A Renault Talisman vezetőterének kialakítása karakteres, magas minőségű és számos csúcs technológiás megoldást foglal magában. Újra konfigurálható, 7 hüvelykes, színes TFT képernyő gondoskodik arról, hogy élvezetes legyen a vezetés. A képernyő stílusok és színek barna, kék, piros és sárga széles választékával szabhatja testre. A fedélzeti számítógép kezelő szervei a kormánykeréken találhatók, a szabadkezes telefon kihangosító és a sebességtartó és határoló berendezés. Verziótól függően a Renault Talisman nyitható tetővel rendelkezhet. Az ablakot és a napfényrólót a tetőn található kapcsolóval lehet nyitni és csukni. Az ülések tökéletes kényelmet és támasztékot kínálnak, például az oldalirányú mozgás korlátozásával. A verziótól függően ezeket az üléseket elektronikusan állítani lehet az ülőlap alatt elhelyezett kapcsolókkal. Egy kapcsoló közvetlen hozzáférést biztosít a multifunkciós kijelző ülések menüjéhez. Az adott verziótól függően fűtött üléseket lehet beszerelni elől. Ha a gyújtás be van kapcsolva, nyomja meg a melegíteni kívánt ülés gombját. Ismételt megnyomással csökkentheti a hőmérsékletet. A rendszer automatikusan szabályozza a fűtést, és szükség esetén kikapcsolja. A modelltől függően aktív szellőzéssel rendelkező ülések állnak rendelkezésre, amelyekkel fokozható az üléspárna vagy az üléstámla fűtése vagy szellőzése. Bizonyos változatokba masszázsülések is be vannak építve. Ezek a funkciók a multifunkciós kijelzőről szabályozhatók. A vezetőt és az utast a beszállást könnyítő funkció is segíti. Működésekor az ülés automatikusan hátrahúzódik, amikor elhagyják a járművet, és visszahúzódik az eredeti helyzetébe, amikor megnyomják az indító gombot. Az utasülést a vezetőülésen lévő gombok használatával állíthatja be, az előzékenységi állítási funkciónak köszönhetően. Ez a funkció a multifunkciós kijelzőről kapcsolható be. A modelltől függően tárolhatja a vezetési pozíciót, az első utasülés pozícióját és a külső visszapillantó tükrök helyzetét előre és hátra menetben. A gépkocsi állóhelyzetében járó motor mellett először az első üléseket állítsa be, majd a lábát a fékpedálon tartva válassza a D lehetőséget. Állítsa be a külső visszapillantó tükrök helyzetét előre menetben, majd válassza az R lehetőséget, és állítsa be a külső visszapillantó tükrök helyzetét hátra menetben. Válassza a mentés menüpontot a multifunkciós kijelzőn a helyzetek eltárolásához. Akár 6 különböző beállítási profil tárolható. Az első ülések eltárolt helyzetét kizárólag a jármű álló helyzetében lehet előhívni. A kormánykerék magasságának és mélységének beállítása megkönnyíti a vezető számára az ideális vezetési pozíció megtalálását. A változattól függően a kormánykerék fűthető lehet. A fűtést a kormánykerék bal és jobb oldali részén található kapcsolóval aktiválhatja. A rendszer automatikusan ellenőrzi a hőmérsékletet, és szükség esetén kikapcsol. A Renault Talisman automatikus kézifékkel van felszerelve, mely rögzíti a járművet, amikor a motor leáll. Ha az automatikus parkolófék aktiválva van, a kijelző egysége megjelenik a parkolófék aktív üzenet, és világítanak a visszajelző lámpák és a kapcsoló. Amikor a gépkocsi gyorsulni kezd, az automatikus parkolófék kienged.
Az automata parkolófék manuálisan is aktiválható egy rövid leállás során. A kézifék a gépkocsi újraindításakor automatikusan felenged. Ne feledje, hogy az automata parkolófék stop és start funkcióval rendelkező gépkocsik esetén készenléti állapotban lévő motornál nem aktiválódik.